egyszer egy szegény ember, és annak felesége. Szegények voltak és szerették egymást, de a szegénység miatt sokszor összevesztek. Egyik este majd az asszony a tüzet rak, azt gondolta magában, amire az ura hazajött, főz valami vacsorát. De nem volt miből, még a víz sem forródott fel, az ura hazajött, nagy örömmel mondta. Hely feleség, ha tudnád, mi történt, végelén a nagy szegénységnek. Meglenne, amit szemünk, szájunk kíván. Ugyan ne tréfáljunk el, talán kincset találtál. Meghiszem azt, mikor jöttem haza az erdőből, láttam egy aranyos kocsit. Két mókus volt előtte, és az aranyos kocsiban olyan szép leány volt, amilyent életemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. A tündér mondta, segíts ki a sárból. A szegény ember azt mondta, ki segítem. A szegény ember megfogta az aranyos kocsit, asszonyostól, mókusostól kiúszta a sárból. A tündér kérdezte, van-e feleséged? A szegény ember azt mondta, van. A tündér kérdezte, gazdag vagy-e vagy szegény? Én szegény vagyok, mint a templom madara. Noha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, teljesülni fog. Hazament a szegény ember, azt mondta a feleségének, kívánj valami. Az asszony mondta, ne tréfáljon kent. Az asszony mégis azt mondta, hogy jó, megpróbáljuk. Az asszony azt mondta, bárcsak egy röfös kolbász kerülne ide. Mikor ezt kimondta, már le is jött egy nagy lábos, és abban egy röfös kolbász. A szegény ember elővette a pipáját, volt egy kicsi dohánya, benyúlt a tűzbe, egy kicsi szenet akart venni, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy felvárta a hamut, és belé esett a kolbász. Az asszony felpattant és elkezdett lármázni. Jaj, de ügyetlen vagy, bárcsak az orrodra nőne ez a kolbász. Mikor ezt kimondta, az urának az órán ott nőtt a kolbász. Oda nőtt a kolbász. A szegény próbálta mind leszedni, de sehogy sem tudta. Azt mondta, hogy ezt le kell vágni, egy kicsit az órából is lecsíphetünk. Szegény ember azt mondta, azt már nem engedem. A szegény asszony, a felesége azt mondta, akkor járjon kend a kolbásszal. Azt már nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyen. A szegény ember azt mondta, kívánd azt, hogy a kolbász essék le az orromból. Nem volt mit tenni, az asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura óráról essék le a kolbász.